Beigazolódni látszik a hazai termelők félelme. Az olcsón és nagy mennyiségben elérhető lengyel alma nem csak a külső, hanem a belső piacról is kiszorítja az itthon termett gyümölcsöt. A kisebb gazdálkodók pedig a betakarított almát vevő híján nem tudják hová tenni. Szabolcsi Attila őstermelőt kérdeztük. Itt Nagykállóban és ezen a környéken a tavaszi fagykár nagyon jelentős volt. Világzáskor egy olyan -4-5 fokos hideg a termésnek a nagy részét elpusztította. A nyári jégkár az itt nem jelentkezett. Tudom nagyon jó, hogy a megye többi részén ez problémát jelentett, nálunk ez hál' Istennek nem jelentett problémát. A termés mennyiség az úgy néz ki körülbelül, most már egy október végén sajnos a szezon végén járunk a betakarításnak, tehát most már látom, hogy körülbelül egy olyan 85%-a a termésnek az kiesett. Ez az össztermés, megbontva pedig az árualma és a léalma arányát, tudom mondani, hogy legalábbis az én területemen betárolása, tehát téli szezonra nem tudtam egy kilogramm almát sem eltenni, és nem is, még ha tudtam volna, akkor sem mertem volna, mert nem lehet tudni, hogy ez a fagy vajon mit tesz az almával. Nem kevés olyan almát találtam például idelet fajtába, amit ha megvágtam, nem volt magház az alma közepén. Innentől kezdve, hogy az meddig fog elállni a télen, ezt én nem mertem megrizikózni, hogy betegyem hűtőházba. Ugye az időjárási viszontagságokon kívül a lengyel alma megjelenése is okoz problémákat. Ez milyen mértékű itt Szabolcs megyében? A lengyel alma, ugyebár nagyon jól tudjuk, hogy a termesztés az sokkal intenzívebb, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Tehát évről évre nagyobb területen gazdálkodnak. Már az idei tavasszal is olyan problémát jelentett, én a saját tapasztalatomat mondom, hogy egyszerűen azok a kereskedők, illetve román kereskedők nem jelentek meg, akik éveken keresztül itt voltak Magyarországon. Tudomásom szerint a lengyel alma elárasztotta Romániát, illetve helybe is oda viszik nekik, igen alacsony áron, tehát nem érdekük nekik ide Magyarországra eljönni, és innentől kezdve ez nekünk egy ilyen nagy probléma lesz. Nem tudom, hogy mi lehet ennek a megoldása. Kamrát is hallottam, hogy próbálnak valamit tenni ez ügybe, hogy lehetne esetleg a lengyel almát innen Magyarországról valami úton módon távol tartani. Egyenlően nem tudom, hogy mi a megoldás. Miben más egyébként a lengyel alma magyar almától? A minőségében más, az árában más? Én tavasszal kóstoltam lengyel almát, ránézésre semmi különbség nincsen. Nem lehet megmondani ránézésre, hogy lengyel vagy magyar alma, viszont ha az ember beleharap, aki egy kicsit is ért hozzá, vagy egy kicsit is szereti az almát, az hát nem akarok csúnya szavakat használni, tehát számomra szinte ehetetlen. A boltokban is sok helyen megjelent a lengyel alma, azt több helyen lehet olvasni, hogy azért a vásárlók az árától is függ, hogy mit vesznek, a csomagolásától, a kinézetétől is. Ez is lehet hátrány, hogy a magyar alma esetleg nem olyan szép, mint a lengyel? A magyar alma szerintem szép. Nem is nagyon értem a vevőket, hogy miért csak egyforma, miért csak teljesen piros, miért csak teljesen sárga almát akarnak venni, miért nem az íz az, ami az első és a legfontosabb a számukra, az ár mellett természetesen. Tehát én sose voltam annak a híve, hogy minden alma ki legyen vixolva, minden alma tökéletesen nézzen ki, ne legyen rajta egyetlen egy pöcs sem. Az íze szerintem az az elsődrengű, és nem is értem, hogy a lengyel almának miért van itt jogosultsága. Hát illetve gondolom, mert az ár miatt csak. Mióta jellemző egyébként ez a probléma? Az elmúlt években kezd betörni a lengyel alma, vagy azért, mert korábban is megjelent ilyen nagy számban a piacon? Szerintem évről évre nagyobb probléma. Tehát ahogy ők elkezdtek egyre nagyobb területen termeszteni, egyre nagyobb mennyiségben termesztettek. Természetesen az orosz embargó az szerintem az a forduló pont, amióta sokkal nagyobb mennyiségben megjelenik itt Magyarországon az alma. Hát a témát a stúdióban folytatjuk. Üdvözlöm a stúdióban Takács Ferencet, az Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét. Jó estét kívánok! Beszéltünk mi már erről korábban, a lengyel alma témájáról. Sajnos úgy tűnik, hogy a legrosszabb forgatókönyv tűnik igazolódni. Régen ugye Európa a magyarok nyilaitól retteget, most mondhatjuk azt, hogy a lengyelek almájától.
Nehéz mit kezdeni egy nyitott európai piacon. Én valójában nem is haragudhatunk, úgy gondolom, a lengyel termelőkre, vagy a lengyel almára, hiszen ők csak azt csinálják, amit itt termelőnek tennie kell. Próbálnak olcsón jó minőséget előállítani, de ez az alma termelés már olyan szintre emelkedett, és mennyiségre, hogy Európának több mint az egy harmadát Lengyelországban állítják elő almából. És ugye, ahogy a felkomban is hallottuk, hogy az orosz embargó miatt ez az alma nagy része sajnos Európában landol, és mi sem vagyunk kivételek. A probléma úgy gondolom, hogy nem azzal van, hogy a lengyel alma idejön olcsón, hanem azzal van, hogy a magyar termelők nem biztos, hogy versenyképesek. Ennek nagyon sok oka van. Lengyelországban, ahogy hallottuk az őstermelő kedves ismerősünk előadásából is, hogy intenzívebbek a kertek. 89-ben Lengyelországban volt egy hatalmas fagy, amikor szinte az összes alma ültetvény elpusztult, és ekkor megkezdődött egy rekonstrukció, és a 90-es évektől az összes alma ültetvény szinte megújult, és ugye az egy modern, új szellemiséget tükrözött, míg nálunk ez a folyamat sajnos még most is gyerekcipőben jár. Tehát még most is találkozunk 40 éves ültetvényekkel, a TSS időszakból visszamaradt és a privatizáció során visszakapott almafákkal, amelyekről minőségi terméket olcsón, hatékonyan előállítani nem lehet. Talán itt van a problémánk, valamint azzal a gazdasági környezettel, ami az egyes tagállamokban nem azonos. Tehát ugye a piaci feltételek és a nyitott európai piac az egy egységes és jó szabályozott, nem akadályozhatjuk meg, hogy a lengyel alma idejöjjön, viszont a saját tagállami szabályozásban olyan különbségek vannak, hogy ha jól tudom, akkor Magyarországon a legnagyobb az áfa tartalom, ami terheli a zöldséggyümölcs ágazatot. Ez egy rendkívül nagy versenyhátrányt jelent a magyar gazdálkodóknak. De sorolhatnám itt az útdíjtól kezdve a foglalkoztatási nehézségeken és bürokratikus útvesztőkön keresztül. Ha jól tudjuk, a lengyel termelőknek általány adózásuk van, hektáronként egy fix összeget befizetnek, és onnantól békén hagyták őket, és mindenkit hagynak gazdálkodni. Viccesen mondták a lengyel kollégák, hogy a városokból szinte áramlik ki a tömeg vidékre, mert almát akarnak termeszteni, úgyhogy nem is tudjuk, hogy ennek hol lesz a vége. Azt kell látnunk, hogy megjelent már ugye a magyar piacokon is, és nem csak a román piacról szorítanak ki bennünket most már, hanem egyre jobban aggódnak a magyarországi termelőértékesítő szövetkezetek is, hogy azokról az üzletlánci piacokról, ahol eddig ők hosszú éveken keresztül be tudtak szállítani és meg tudtak felelni a minőségi követelményeknek. Most hirtelen kezd akadozni ez a gépezet is, és ott is megjelent az olcsó lengyel alma, amivel árban én úgy gondolom, hogy nem tudunk versenyezni. Meg lehet fordítani, vagy legalább lassítani ezt a folyamatot? Mit tudnak tenni az önök érdekvédelmi szervezet? Mennyire tudnak hangosak lenni, hogy eljusson a döntéshozókig az az üzenet, ami az almatermelők védelmét szolgálná. Tehát azon kívül, hogy a sajtó nyilvánosságát kihasználjuk és próbáljuk felhívni a döntéshozóknak a figyelmét, nagyon kevés muníció van a kezünkben, úgy gondolom. Folyamatosan próbálunk leveleket írni, előadásokat tartani. Nem csak az a feladatunk, hogy a piaci anomáliák esetén a döntéshozók figyelmét felkeltsük, hanem szakmai segítséget is nyújtunk, tanfolyamokat szervezünk, próbáljuk megmutatni azt, hogy mi az új irány, mi az, amivel versenyképesek lehetünk, hogy megmentsük a magyar almát. Talán a legjobb példa erre, hogy a mostani új ültetvénytelepítési támogatási rendszer szakmai feltételeit is, ami nagy ellenállásba ütközött nagyon sok gazdánál is, hiszen csak a modern, új, intenzív ültetvények, jéghálóval ellátott ültetvényeket támogatják, de ez a példa is mutatja, hogy a jövő csak
csak ez lehet, és úgy gondolom, hogy a minőségi termesztés, a versenyképes áru előállítása az, ami megoldást jelenthet erre. Ha most azonnal elindulunk egy másik úton, akkor mennyi idő, amíg eljutunk mondjuk a lengyelek szintjéig, és van-e ennyi időnk egyáltalán? Nem tudom, mert nem számítottunk arra, hogy ez a folyamat az ennyire gyors és drasztikus lesz. A 2016 tavaszán mindenki ámult és bámult, hogy április után szinte nem lehetett a magyar hűtőkből az almát értékesíteni. Amikor el tudtuk adni, akkor is nagyon nyomott áron, tehát nem, hogy a hűtési költségek megtérültek volna, és ugye egy magasabb áruértéket kaptunk volna a júniusban vagy májusban az almánkért, hanem örültünk neki, hogy elvitték. És akkor már akik járják Európát, látták, hogy itt komoly gondok lesznek, és most sajnos nagyon pesszimistán nézünk a jövőbe, hiszen egy-egy ilyen új ültetvényt megcsinálni óriási pénzbe, energiába kerül. Sokan elgondolkodnak azon, hogy valóban érdemes ebbe az ágazatba tovább investálni, úgyhogy nagyon félünk, hogy akár a paradicsom, cukorrépa vagy az uborka ágazat sorsára jutunk, és tényleg csak minimális szinten marad meg az almatermesztés, holott úgy gondolom, hogy ez a vidéki lakosság helyben tartására, a szolgalmas vidéki lakosoknak eddig is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugye jövőt és perspektívát biztosított, úgyhogy én minden erőmmel azon leszünk, úgy gondolom, hogy foggal körömmel javítsunk ezen a helyzeten. Takács Ferenc, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.